Ma átlépjük a napi 100 000-et a beoltott személyek száma tekintetében, közölte Klaus Johannis államfő Konstancán, ahol a helyi katonakórházban berendezett oltóközpontot látogatta meg. Az elnök azonban óvaintett attól, hogy túl korán véljük azt, hogy megszabadultunk a járványtól. Am aflat de la domnul colonel dr. Gheorghiță că astăzi... Megtudtam Gheorghiță doktor ezredestől, hogy ma túllépjük a napi 100 000 beoltottat egy nap alatt, illetve hogy ezt a ritmust tartani tudjuk, szükség esetén pedig akár növelni is. Oly módon, hogy a román állampolgárok és az itt élő külföldiek a lehető legnagyobb számban be legyenek oltva. Másrészt nyilvánvaló, hogy napról napra javulnak a járvánnyal kapcsolatos számok. Kevesebb az új fertőzött, csökken az intenzív terápiára beutaltak száma, és az elhalálozások száma is. Nem szabad azonban áltatnunk magunkat, a járvány még nem múlt el, a vírus itt tolálkodik körülöttünk, és legyen teljesen világos, amíg nincs megfelelően magas átoltottsági szint, a korlátozásokat továbbra is be kell tartani.